Azt gondolom, hogy egy városban rendkívül fontos az, hogy milyen a külleme, hogy néz ki, az emberek hogy érzik magukat benne. Természetesen abból a szempontból sem mindegy, hogy mennyi virág, mennyi fa, mennyi növény van egy városban, hogy annak a városnak milyen a levegője. Ezek a célok vezették a város vezetését, hogy 5 év után újra meghirdessék azt az akciót, mely torna világossá tételét célozza. Nem csak a közterületek parkosítása lebegett a szervezők szem előtt, hanem a hajdan nagy sikerrel futott Tiszta udvar rendesház akció mintájára, a kertek szebbétételére is buzdították a városlakókat. És az esztétikum mellett persze a környezetvédelme is szerepet játszott az akció újraélesztésében. Sürgető cél, hogy minél több legyen a városban a fa, minél több legyen a virág, minél több legyen az a terület, ahol az emberek össze tudnak jönni, szívesen találkoznak egymással, gondolok itt a parkokra, gondolok itt azokra a területekre, ahol szívesen eltöltenek egymással némi időt. A kezdeményezés hamar nyitott fülekre talált, viszonylag gyorsan érkeztek a jelentkezések a polgármesteri hivatalba. 8 pályázat érkezett be, amibe az a csoda, hogy az elmúlt 5 évben ezt a pályázatot nem tudtuk tulajdonképpen elindítani, mert hogy 2013-ban alapította meg az önkormányzat ezt a pályázatot, 2017-ig gyakorlatilag működött, 2017-ben viszont már csak egy pályázat érkezett, amelyet aztán menet közben le is mondtak. Utána 5 évig gyakorlatilag nem került kiírásra, nyilván, hogy ebbe benne van a pandémiás időszak is, és amikor mi összejöttünk ezzel a csoporttal, és átbeszéltük, hogy érdemes lenne elindítani, akkor arra jutottunk, hogy az emberek a pandémiás időszakban kicsit behúzódtak, kicsit többet törődtek a környezetükkel, a kertjükkel, a kis parkjaikkal, és hát ha most lenne az az időpont, amikor ismét érdemes lenne ezt a pályázatot kiírni és meghirdetni. Úgyhogy folyamatosan kérdezgettük a hivatalt, hogy mi a helyzet, és nagy-nagy örömünkre szolgált az, hogy az emberek rámozdultak, és igenis fontos számukra az, hogy milyen a környezetük, milyen a házuk tájéka, és egyáltalán azáltal, hogy az ő környezetük szép, az ő házuk tájéka szép, ezáltal a város is egyre gyarapodik és egyre szépül. A bírálók a pályázat kertjeiről készült képeket folyamatosan osztották meg a közösségi felületeken, remélve, hogy a pozitív példa ragadós lesz, és egyre többen kapnak majd kedvet részben a kertek rendezéséhez, részben veszik a bátorságot, hogy mindezt meg is mutassák a közösségnek. Figyeltem én azt, hogy az emberek hogyan reagálnak rá. Nyilván, akinek több volt az ismerőse, ott több dicsérő szó érkezett, akinek kevesebb, ott esetleg kevesebb. De minden esetre az embereknek a figyelmét én azt gondolom, hogy felkeltette. És ez talán ad reményt a jövőre nézve is, hogy következő évben, amikor ismét kiírjuk majd ezt a pályázatot, akkor talán többen fognak rá jelentkezni, és többen érzik úgy, hogy fontos számukra az, hogy megmutassák a város többi lakójának, hogy ők hogyan törődnek a környezetükkel, és hogyan próbálják ezt egyre szebbé tenni. Maga az a tény, hogy ő kap egy olyan táblát, amiben ki tudja tenni a házára egy gondos, gazda, virágos porta. Én bízom benne, hogy a mostani díjazottak is nagyon büszkék lesznek erre. A város szépítéséért tavaly alakult munkacsoportnak ez volt az első akciója. A jövő esztendőben újra kiírásra kerül majd a pályázat. Emellett tervben van és hamarosan napvilágot lát egy kiírás, mely egy olyan terület kialakítását is célozza, ahol a tolnán született gyerekek szülei üthetettek majd fát csemetéjük tiszteletére. Erősítve ezzel a köteléket a családhoz és a szülővároshoz.